galuska a lényeg. Galuska a lényeg az egészben. Ha valaki nem tudná, töltött káposztát dicsőíti a bukovinai székelyek szekszárdi csoportjának egyik tagja. Persze ehhez a véleményhez az asszonyoknak volt még egy-két szava, hiszen a disznóvágás eredményéből közel 60 embert kellett vendégül látni. A minden évben lebonyolított program legfontosabb célja, hogy a közösség tagjai együtt töltsenek időket, megerősítve ezzel a kötődést. Nagyon fontos, hogy tartsuk a közösséget, mert a közösség ereje az fontos, hogy az a kis közösség, amiben mi vagyunk, hogy együtt legyünk, együtt gondolkodjunk, és egymás gondjairól is tudunk kicsit jobban foglalkozni. Úgyhogy én szerintem ez a disznóvágás is ilyen, hogy ilyen csak közösségformáló ereje van. A vendégek között volt az adunai bukovinai székelyek küldöttsége, Hertelendi falváról, akik egy korábbi szekszárdi vizitet viszonoztak a mostani látogatással. És ahogy illik, nem is érkeztek üres kézzel. A 2000-es évek elején Kemény Mária, ő inkább gyűjtő volt. Ő összegyűjtötte a régi kézimunkadarabokat, textiliákat, és arról gyűjtötte le a mintakincset, azt adta ki könyvbe. Most Mária továbbfejlesztette úgy, hogy a saját kidolgozásait, a sarokminták megoldásait, ezt jelenítette meg, úgyhogy könnyíti a kézimunkázók munkáját. A kiadványt a herdelendi falviak eljutatják minden közösség számára annak érdekében, hogy a mintakincs eredeti formájában maradhasson fent. A mintákat, mondja Lőcsei Ilona, nem csak varni, szűni is lehet, így a székely szervezetek által szervezett különböző szakkörök nagy haszonnal tudják majd forgatni.